Jó reggelt kívánok mindenkinek! A büszke szombaton megyünk melózni. Jövő héten is fogok dolgozni szombaton. Remélem a fákra videó tetszik. Nem nézem még meg, hogy rakta fel. De mondom, az gyors feltöltöm. Még a reggeli vlogok is vannak. Azt is fel kell töltenem. Mert most újabban úgy szoktam, de is a Blitz Live. Megosztottam a netet a telomról, mert érdekes, hogy úgy jobban működik az interneten, mint maga a modem. Valami nincs rendben. Far Cry-ből is akarok csinálni még részeket, hogy legyen nektek, hogy haladok benne. Közben majd pereg majd még a Blitz is. Na, miért ilyen homályos? Még a kamerát meg sem szoktam takarítani. Zsebbe meg lehet valami pöszmát összeszedett. Úgyhogy ez van. Ja, meg tegnap is forzáztam egy kicsit. Hát ez véletlen jó játék. Jó, kicsit rossz volt a Charger-nek a irányítását megszokni, mert azért, amikor ilyen, hogy mondjam, már kisebb pályán mozog bele az ember, persze adna neki gázt, és az a baj, a kanyarokba kicsúszik. Be kellett állítani úgy. A keréknyomástól kezdve mindent lehet rajta állítani. Meg lett egy szuperom is, abban meg azt csináltam, hogy ugye ilyen rally pályán kaptam meg. Három autó közül lehetett választani, Ford Escort, egy Lancia, vagy Lancia, meg egy Subaru. Mondom, akkor a Subarut ide. Abban is megnyertem az utcai versenyt. Most már lassan óvatosan kinyíltak a tuning elemek, alkatrészek, turbó. Subaru-ra még nem nyílt ki. De Subaru-ra is kinyílt. Amit tudtam, azt belepakoltam. Jó, de annyira se lehet szétpakolni, mert akkor nem lehet úgy vele fékezni, kijelja. Akkor nem lehet úgy irányítani. Csak azért észre pakoltam teli. Tegnap lett egy lakásom benne. Megcsináltam egy jó pár versenyt. Hát de hatalmas a térkép. Még tegnap pergettem belőle pénzt is, hanem ilyen szerencsekerék. Autó mellett állt meg, meg egy roha mellett. Mennyit is játszottam vele, egy másfél órát körülbelül. De a Subaruban meg azt szeretem, hogy nagyon gyorsan gyorsul ahhoz képest. A rally autó meg minden, azért van több esélye. Kanyarba az is nagyon könnyen ki tud csúszni a Subaru, mert nem tartom normálisan az ívet, meg az úton nem maradok, akkor nincs esélye. A Dodge-val meg az, hogy nagyon könnyen kanyarba keresztbe lehet állni. De még mindig azt mondom, hogy billentyűzettel is korrektan lehet vele játszani. Jó, persze kéne a joystick, nem azt mondom, de elég jó így is a móka. A végén átkapok jobban a Forzára, mint a Blitzre. Hát azért nem. Is, mind a kettő. Na, eljöttétek, ha álmosan odaülnék, utána kinyílik az embernek a szeme.
tegnap vettem a gyűjteménybe új kis autókat, vettem egy becsomagoltat, vettem egy BMW 325-öt, meg kettő régi Fordot, egyik rendőrsége, másik tűzoltó, Ford Galaxy, azt hiszem. Ó, rengeteg mindent láttam, de nem tudom én azt megvenni. Volt 44 ezerért egy becsomagolt BMW kabrió, futóval vitt rajta egy hajót. Hát, vannak árak. Eredeti matchboxok, a sárga dobozosok, hú, azok is. Volt még 54 is, ha jól tudom. Úgyhogy van választék. Olyan álba vannak, hogy annyiért még számítógéphezen vendég dolgokat. Mert mindig ott is megnézem, hogy mi a elérhető áru. Mindjárt jön a busz, 16-ban. Mindenki legyen jó. Jó pihenést kívánok. Kimelózik ott meg kitartást. Este már találkozunk. Szevasztok!